Elegünk lett az elmúlt 10 év fideszes, meg DK-s vezetéséből. De nem posztolgatni kezdtünk el, ígérgetni, meg hergelni, hanem megoldjuk helyettük a problémákat, alternatívákat mutatunk be, vagy éppen felhívjuk rájuk a figyelmet. Előbb cselekszünk, aztán ugatunk. Ha kellett, mi közvetítettük a testületi üléseket, probléma bejelentő weboldalt üzemeltettünk helyettük, idén pedig a saját pénzünkből rendeztük meg Újpest első közösségi költségvetését, ahol ti adhattatok be ötleteket, és a ti döntésetek alapján döntöttük el, milyen közcélre fordítsuk a pénzünket. Ha kellett, melegételt, bokrokat, vagy éppen az ellenzéki pazarlásból megmaradt WC-papírt osztottuk ki a kevésbé szerencsések között. Ha kellett, bemutattuk, hogyan lehetne jobb a panelfelújítási rendszer, vagy éppen az önkormányzati lakásrendszer. Megmutattuk, hogyan használ az újpesti DK fideszes eszközöket, hogy minket lejárasson, titeket pedig megvezessen, mindezt közpénzből. És persze megmutattuk azt is, hogyan játszik össze a Fidesz, a Kék Fidesz és az ellenzéki összefogás összes pártja a háttérben, egymást mindig centire pontosan kifizetve. Ha pedig kell, politizálunk, élőláncot és drónt szervezünk az erdővédelmére, meghívjuk a főpolgármester jelölteket egy kerekasztalra, vagy éppen a korrupció felszámolásának leghitelesebb arcait hozzuk Újpestre, nektek. A személyes és közös munkánk alapján megírtuk programunkat, amiben egyedülálló módon minden programpont a saját cselekvésünkön, tudásunkon és szakmai tapasztalatunkon alapszik. Mind a sok száz újpesti passzivista önkéntes eddig sem és ezután sem pénzért fog dolgozni, tanulni és pultozni az utcán, mint más pártoknál. Önkéntesen dolgozunk, értetek, és készen állunk Újpest vezetésére. Szóval, ha neked is eleged van a Fideszből és a Kék Fideszből, akkor június 9-én viccpártok helyett szavaz ránk, szavaz Nagy Dávid polgármesteri jelöltre, aki én vagyok, és az MKKP képviselő jelöltjeire, hogy legyen minden jobb.